hiszik akár nem. A közéleti szalon vendége ezúttal a gazdasági élet két kiemelkedő alakja volt. Bogár László és Boros Imre, habár hivatalosan mind a ketten közgazdászok, magukat sokkal inkább nemzetgazdásznak tartják. Bogár László egy korábbi 60-i látogatása során a rossz gazdasági helyzet miatt felhívta a magyarok figyelmét arra, hogy fel kell ébredniük, különben csak kilátástalanság vár rájuk. Az azóta eltelt idő során pozitív irányba változott a gazdasági helyzet, habár a közgazdász úgy tartja, hogy azóta sem gazdálkodik a magyarság megfelelően az erőforrásaival. Voltak jobb korok, amikor a magyarság sokkal jobban gazdálkodott az erőforrásaival. Az elmúlt 1100 év történetét, hogyha kettévágjuk, akkor érdekes módon a győztes 907-es pozsonyi csata óta eltelt 1100 évet, akkor 550 év, és az nagyjából Mátyás király uralkodásának kezdete. Akkor volt a csúcson, tehát a történelmi Magyarország legsikeresebb időszaka, pontosan az a 30-valahány év. Vagyis ez azt jelenti, hogy volt már olyan időszak, amikor sokkal-sokkal jobban gazdálkodtunk azokkal a természeti, tehát külső természeti erőforrásokkal, illetve belső természeti, lelki, erkölcsi, szellemi, fizikai erőforrásokkal. Azt is kiemelte, hogy hatásos megoldást szeretnének találni az erőforrások kihasználására. Az idevágó vicc úgy hangzik, hogy nincs az a súlyos probléma, amire ne lehetne olyan választ adni, ami könnyű, gyors, olcsó és rossz. Rengeteg ilyen van, a legtöbbet ki is próbáltuk. Most az kellene, ezen vagyunk, az elmúlt 4 év kísérletet tett legalábbis erre, hogy azt az egy jó megoldást próbáljuk megtalálni, amiről viszont most még azért keveset tudunk, de az biztosan, hogy nem könnyű, nem gyors és nem olcsó, hanem ezzel szemben rendkívül nehéz. Ez az egyetlen lehetőség ahhoz, hogy visszataláljunk arra az útra, ahol újra a jó gazda gondosságával fogunk. Még egyszer mondom, nem csak az anyagi eszközeinkről, vagyonainkról, hanem a testi-lelki vagyonokról, lelki, erkölcsi, szellemi, fizikai, népesedési, egészség vagyonokról egyaránt. Boros Imre szerint két típusú ember él Magyarországon. Az egyik az országért dolgozik, a másik pedig külföldre ereszt ki pénzeket abban a reményben, hogy abból majd ő is részesedni fog. Azt is megemlítette, hogy akárcsak a görögöknél, nálunk is azt propagálták, hogy az országban rossz a gazdasági helyzet. Ma már mindenki azt mondja, hogy Magyarország az azért úgy összeszedte magát. Még ez érződik is, hát azért nézd meg, reálnyugdíjak emelkedtek, reálbérek, foglalkoztatottság. Jó, de olyan mérő jöttünk, hogy persze nagy a türelmetlenség, és ami az ember egyszer zsebében van, akkor azt mondja, már is hajlandó rá, azt mondja, hogy ez kevés. Ugye? Emberi tulajdonság. Bogár László megemlítette, hogy a Háttérképek című könyvét a beszélgetés során elhangzott gondolatok inspirálták, és azt is elárulták, hogy hamarosan Boros Imrének is megjelenik egy sok titkot feltáró könyve.